nagyon meglepett, az a teljesség. Ez volt a legnagyobb döbbenet, hogy ezek a módszerek tényleg mennyire működnek. Igen, én visszajöttem az életbe. A komoly eredmény, hogy jó magamnak lenni. Ez egy csoda volt. Éva, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. Testi, kérlek. Hát sok minden történt velünk ez alatt a 12 hét alatt. Nekem még az utolsó 3 nap is intenzíven telt. Most voltak a stylisttal a ruhavásárlási és egyéni tervek, és még ennek a hatása alatt vagyok. És mérhetetlenül megdöbbentem azon, hogy egy asztrológiai képlet mennyi üzenetet hordoz abból, hogy is nézek én ki, és mi is vagyok itt valójában. És még egy picit ennek a hatás alatt vagyok, tehát egy kicsit másként nézek innentől fogva magamra. Talán ennyi a hatás a dolognak. És sokkal többet értek magamból, mint eddig. Nagyon sok pozitív élményem volt, tehát nehéz egyet kiemelni, mert több olyan belső folyamat felismerés volt, amin én magam is meglepődtem, hogy több évnyi önismereti munka után még ilyen felismerés érhet. A legszebb élmény, vagy a legszebb felismerés az volt, hogy amikor én idejöttem, akkor azt mondtam, hogy nem annyira a külső változásra van igényem, hanem belül szeretnék végre egy stabil, magabiztos emberré válni, és belül ezeket a gátakat ledönteni. És ahogy magával vitt ez a program, egyre inkább nyitottabbá váltam a külsőségek iránt is, és pont most, amikor a Botyánszky Szilvivel dolgoztunk, akkor a vásárlás során jöttek fel azok a gyermekkori élmények, ahogyan az én édesapám a ruhavásárláshoz viszonyult. És megváltoztatott bennem nagyon sok mindent, és most 10 éves a kislányom, és elhatároztam, hogy mi ketten egy ilyen bulit, egy ilyen ruha szelektálást, és mi az, ami neki jó, és hogy ő már ne azokkal az alapokkal induljon, amivel én is. És mérhetetlenül jó érzés volt, hogy igen, mindannyian tudtuk, hogy a család ebből profitálni fog, ahogy mi változunk, de amikor én azt mondtam a 10 éves kislányomnak, hogy akkor ezt veled is megcsináljuk, persze csak a külsőségeket, akkor az ő szemeit látni, azt a kis ragyogást, ami az én életemben egy picit kimaradt, mert ez soha nem volt hangsúlyos, és mindig az utolsó volt a sorban. Hát az utánunk jövőknek mit üzenek? Talán pont a kislányommal kapcsolatos élményből kifolyólag azt, hogyha egy picit is elbizonytalanodnak, és azt hiszik, hogy ez csak róluk szól, akkor nem. Ez a család egészére kihat, és amikor esetleg hiányként fogalmazzák meg ezt a távollétet, akkor legyen ott a tudatosságukban, hogy ez mindenkinek jobb lesz, hogyha ők magukra találnak. Nekem ez jutott most hirtelen eszembe.